Bűntény. Műsorunk tartalmából. Vízihullát találtak a Csepeli Zsilip dolgozói. Körülbelül 50 év körüli női holtestről van szó. Azt, hogy ismert, ismeretlen, majd a bizottság, aki érkezik, akkor tudjuk megállapítani. Külsérelmi nyom egyelőre nem látható rajta. 2 milliárd forintot csaltak ki álbrókerek a tőzsdén járatlan magyar új gazdagoktól. Ez egy logikus feltételezés, ami a gyanúsításban szerepel. Semmi esetre sem lehet ezt, mint feltételezést visszautasítani. De bizonyítás kérdése. A félkarú és a bogyiszlói rabló esete Mici nénivel. Választak. Sok esélye nem volt. Beismerő vallomást tettem. Ferihegyen 220 ezer márkát találtak egy utas alsó neműjében. Az elmúlt napokban a kilépő isztambuli járaton 220 ezer német márkát találtunk az utas alsó neműjében elrejtve. Az elfogott csaló 11 millió forintot akart felvenni a nagykálói és a nyíregyházi postahivatalból. Előkészítettek minden olyan dolgot, ami ehhez az ügyhöz kellett, és így jött. Bűntény. Átadták a Fővárosi Büntetés Végrehajtási Intézet 3. számú Venyige utcai objektumát. Míg Magyarországon a börtönök nagy többsége 19. század végén és a 20. század elején épült, a ma megnyíló előzetes ház tulajdonképpen az egyetlen olyan nagyobb büntetés végrehajtási építmény, amelyet az utóbbi 100 évben terveztek és kiviteleztek. A Venyige utcai objektumban közel 1000 fő elhelyezésére van lehetőség. Hogy mennyien osztoznak majd az eredeti ilyen 3 személy részére kialakított zárkákon, még nem tudni. Csupán annyi biztos, hogy a Nagy Ignác utcai, a Gyorskocsi utcai objektumból, valamint a Kozma utcai gyűjtő előzetes házából töltik meg a modern és kulturális zárkákat. Ez az egyik legnagyobb problémája ma a büntetés végrehajtásnak, hogy az intézményeink zsúfoltak. Az összes elítélthez képest ez egy 10%-os hely elmozdulást jelent. 11 ezer fős elítélt van ma Magyarországon börtönökben, 4 ezer körüli az előzeteseknek a száma. Ez egy láncreakciót fog megindítani, és javítani fogja a börtönben lévő elítéltek elhelyezési körülményeit is. Mennyiben kezelik másképpen az előzetes letartóztatottakat, mint az elítélteket, hiszen őnekik megjelöl a zártatlanság vélelme? Igen, az előzetes letartóztatás még nem büntetés. Azonban az előzetes letartóztatás törvényi feltételeinek, aki megfelel, azokat olyan körülmények között kell tartani, hogy ne tudja lehetetlenné tenni az ellene indult eljárást, ne tudja eltüntetni azokat a bizonyítékokat, amelyek felhasználhatóak ellene esetleg egy büntető eljárásban. A szökés veszélye nagyon sok olyan fogvatartottnál is fönnáll, ami indokolja azt, hogy ilyenkor előzetes letartóztatásba kelljen helyezni. Ezért, mint ahogy láthatták, egy kulturáltabb és szabadabb intézmény, mint a Büntetés Végrehajtási Intézet, de az őrzés feltételeiről gondoskodnunk kell, hiszen egy törvény előírja számunkra, hogy milyen esetekben, és maga a végzés is, amit a bírósághoz, bizony meg kell fosztani a még ártatlanság vélelmében lévő gyanúsítottat is a szabadságától. A Venyige utcai objektum megnyitásáig 161%-os volt a terítettség a magyar börtönökben. Az új előzetes házban a fogvatartottak elhelyezésére 2-11 szintes épület szolgál, amelyekben a mozgássérültek elhelyezésére külön zárkákat alakítottak ki. Az épületek tetején pedig egy-egy félig lefedett sétódvar található a napi 1 órás szabad levegőn tartózkodásra. Hogyan lehet az, hogy Magyarországon a pénzbüntetést le lehet ülni? Hát a pénzbüntetést be kell fizetni. A pénzbüntetésnek az a célja egyébként, azonban, hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, vagy nem tudja megtenni, akkor ezt a büntetést át kell változtatni egy másik fajta büntetésre, hiszen nem mondhatjuk azt, hogy attól, hogy ő nem akarja, vagy nem tudja kifizetni, mentesül egyfajta büntetés alól. Szeptember első napjaiban vízre szálltunk a Dunán. A vízi rendészet hajójában indultunk útnak, hogy megnézzük, mi történik a vízen. Nem is gondolná az ember, de folyékony közegben igazoltatni kicsit körülményesebb, mint szárazon. Ennél a hajónál minden rendben, a fiatal emberek mehetnek tovább.
erről az idényről mondjon pár szót. Most ugye elég korán elkezdődött a szezon, tehát már április közepén nagyon jó idő volt. Szerencsére a víz az lassabban melegedett föl, úgyhogy sokáig nem volt probléma a tiltott helyen való fürdőzéssel, mivel a víz az még hideg volt. Ilyenkor alapvetően a kisgéphajók közlekedésével szokott előfordulni különböző szabályszegések, hosszú téli szezon után kivonulnak a vízre, és hát alkalmazkodni kell itt is, mint a közúton a körülményekhez. Mi van olyankor, ha megjelenik egy öngyilkos jelölt valamelyik hídon? Hát sajnos azt kell mondanom, hogy ez már rutin feladattá vált. Ilyenkor mi a vízről biztosítjuk azt a hidat, amelyikre a hidramászás történt. A öngyilkos jelölt eltávolítása az a tűzoltóságnak a feladata. Mi ránk akkor kerül sor, hogyha az illető be is ugrik a vízbe, ami szerencsére azért ritkán fordul elő. Idén volt ilyen? Volt. Egy esetben volt olyan, amikor fölmászott az illető, és nem tudták meggyőzni arról, hogy lemászon és beleugrott a vízbe. Mi lett a vége? Kimentettük. Mi volt a legemlékezetesebb történet idén a vízen? Hát számomra idén az volt a legemlékezetesebb, hogy a római parton egy kisgéphajó elvétette a kikötésnél az irányt, és felszaladt egy emberekkel teli stégre, ami így elsőre elég rettentően hangzik, de szerencsére egy személy sérült súlyosan, ez kéztörést jelent, és hárman pedig könnyebb súrlódásos, vagy hát ilyen horzsolásos sérüléssel megúszták az esetet, tehát komoly tragédia nem következett be. Ebben a pillanatban vége szakadt a beszélgetésnek, rádión érkezett a hír, vízi hullát találtak a Csepeli zsilipnél. Mi is elindultunk a helyszínre. Egyelőre annyit tudunk, hogy körülbelül 50 év körüli női holtestről van szó. Azt, hogy ismert, ismeretlen, majd a bizottság, aki érkezik, akkor tudjuk megállapítani. Külsérelmi nyom egyelőre nem látható rajta. Hogy mióta van a vízben, azt önök meg tudják állapítani? Hát csak satszolni tudom, így ránézésre, hogy a kollégák kivitték a parthoz, én úgy satszolom, hogy körülbelül egy hete. Milyen gyakori, hogy hullát találnak a Dunán? Hát el kell mondanom azt erről az idényről, hogy ez most szerencsésen alakult a tavalyi évhez képest. Körülbelül 20-szal kevesebb a holttest idén, mint a tavaly azonos időszakban. Hétfő délután, 13. kerület, Pozsonyi út. A rendőrök a képen látható ház egyik lakásában egy nagyjából 20-22 év körüli fiatal lány holttestére bukkantak. Mint az a vizsgálat során kiderült, az elhunyt külföldi állampolgárságú, akár csak az a férfi, akinek egyéb iránt bérelt lakásában megtalálták. Bár a büntény stábja erőszakos halálesetről kapott értesítést, a helyszíni szemle után a rendőrség szakértői idegenkezőséget nem állapítottak meg. Ezért az ügyben nyomozás nem folyik. Nem adta meg a jobbkész szabályt az a Ford Fiesta típusú személygépkocsi, amelyik egy Mitsubishi terepjáróval ütközött a 16. kerületben, szeptember 4-én a reggeli órákban. Az ütközés következtében a Pajero felborult és utasa súlyosan megsérült. A tűzoltóknak a férfit feszítővágóval sikerült kiszabadítaniuk a kocsiból. Tegnap délelőtt újabb pénzintézetet raboltak ki Budapesten. A rendőrség információi szerint 10 óra körül egy nagyjából 170-175 cm magas, sapkát és arcára szorított kendőt viselő férfi lépett be a Rákóczi úton lévő OTP fiókba. Az elkövető fegyvert rántott, majd Trágár kifejezése kíséretében a pénz átadására szólította fel a halálra vált pénztárkezelőt, aki ennek rövid úton eleget is tett. Az állarcos támadó pedig eltűnt a zsákmánnyal, mely a hírek szerint ez esetben több millió forintra tehető. Furcsa telefonhívás érkezett augusztus 25-én a Nagykálói postahivatalba. Az alkalmazottak gyanújukat megosztották a rendőrökkel. Egy telefonját Nagykálói postára nagyobb összeget szeretnének felvenni, nevezetesen 6 millió forintot, és segítséget kértek, mert gyanúsnak ítéltek meg a felvételnek és az összegnek tehát a nagy nagyságát. És ahogy megrendelték, szokatlan volt ez a módszer, mivel ők időbe szokták lekérni a pénzt. Hétfő reggel gyanús személyre figyelt fel egy alkalmazott a nyíregyházi állomástéri postán. Mikor bejött a postára, akkor nagyon zavart volt a viselkedése, letette a táskáját, nagyon sokáig kotorászott benne, ez már gyanús volt. Aztán a könyv kitöltésénél remegett a keze, ideges volt, nagyon figyelt a belső teret, nézte dolgozókat, engem is. Kis idővel később rádión vették a jelzést a kálói rendőrök, és igencsak meglepődtek, mert ismerősnek tűnt a hivatalba betérő ügyfél. Kimentünk, hogy ellenőrizzük, hogy mi történt ott, és szóban megbeszéljük. Amikor rádióban hallottuk, hogy Nyíregyházán a
vasútállomás mellett lévő postánál megpróbáltak illetéktelen személyek 5 millió forintot felvenni, ahol elmenekültek és személyigazolványt visszahagyták. Postán beszélgetés során feltűnt, hogy megjelent az a személyírású személy, aki Nyíregyházán megpróbálta az 5 millió forintot felvenni, nevezettet előállítottuk a rendőrőrse. Mire a hivatalos csatornákon híre ment, hogy Nyíregyházán az állomástéri kísérlet után az egyes postán is csalással próbálkoztak, a büntetett előéletű Ó. Albert már a nagykálói rendőrök vendége volt. Elég sok pénzzel tartoztam Budapesten egy, nem kívánom megnevezni az illetőt, és ők is kényszerítettek rá, hogy meg kell adnom a tartozást határidőn belül, mivel ezt nem tudtam teljesíteni, ezért ezt találták ki nekem, hogy ezt kell megcsinálni. Előkészítettek minden olyan dolgot, ami ehhez az ügyhöz kellett, és így jött. A rendszám alapján a Hajdú megyei rendőrök a két tettestársat is elfogták, és mindhárom személy ellen előzetes letartóztatás mellett indult eljárás. Szezon zártak a vámosok a múlt hét folyamán Ferihegyen. Több millió forint értékű csempészvaluta, valamint néhány kisebb kábítószerfogás. E tételek képezik az idei nyár mérlegét a vám és pénzügyőrség reptéren szolgálatot teljesítő munkatársai számára. Igazából a felderítési eredményeink azok közelítik a tavalyi év hasonló időszakát, azonban feltétlenül megemlíteném, hogy a nyári időszak derekán, illetve a vége felé volt egy ilyen olyan kiugróan magas felderítésünk, ami a tavalyi első fél év 60%-át elvitte. Ez röviden annyit jelent, hogy magyar állampolgárnál az elmúlt napokban a kilépő isztambuli járaton 220 ezer német márkát találtunk az utas alsó neműjében elrejtve. Kábítószerrel mi a helyzet? A kábítószerrel kapcsolatban elmondható, hogy ebben az évben különösen az ilyen könnyűzenei fesztiválokra érkező fiataloknál találtunk kis mennyiségű kábítószereket, azonban ezek az értékek alul maradtak a tavalyi ilyenkor szokásosnál, illetve az ezekhez az eseményekhez köthető időszakban felfedett jogsértéseknél. Elmaradtak tehát az elmúlt évek nagy drogfelderítései, melynek egyik oka, hogy a csempészek jobbára közúton folytatják tevékenységüket. Másrészt egyre nagyobb a lebukás veszély a reptereinken, köszönhetően az új drogazonosító berendezésnek. Ebbe a készülékbe mindazok a kábítószerfajták installálva vannak, amelyekkel mi itt már a gyakorlatban találkoztunk. Bármilyen csekély mennyiségben, vagy bármilyen módon találkozott az utas kábítószerrel, a legminimálisabb mennyiséget is képes kimutatni. Nyugodt volt a nyár Ferihegyen. Annak ellenére, hogy a júniustól augusztus végéig tartó honi rendezvények, bulik jóval több látogatót vonzottak, mint korábban. Úgy összességében a nyári forgalom zavartalanul, zökkenőmentesen zajlott le, még a vámtörvény módosításának ismeretében is. Mivel a Ferihegyi repülőtéren nem jellemző az, hogy megélhetési turistákkal állunk szemben, akik naponta többször fordulnak egy-egy üveg vagy több üveg italért, cigarettáért, ezért igazándiból a mi munkánkban nem okozott fennakadást az, hogy az utasok nagy mennyiségű jövedéki terméket hoztak, illetve a korlátozások nem annyira érintik ezt az utazási forgalmat. Ez volt tehát a nyár Ferihegyen. Azonban a statisztikák ismeretében valószínűleg az év további részében is lesz munkája a vámosoknak a reptéren. A BRFK vagyonvédelmi osztálya eljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki augusztus 26-án 20 órakor, illetve 27-én 8 óra 45 perckor eddig tisztázatlan körülmények között a Budapest 5. kerület Váci utca 25 szám alatti Csók István galériából arany és ezüst ékszereket, antik ezüsttárgyakat, órákat tulajdonított el. A lopással okozott kár mintegy 60 millió forint. Aki a nevezett hollétéről, tartózkodási helyéről tud, illetőleg a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemi információval rendelkezik, jelentkezzen munkaidőben a 443-5336-os telefonszámon, vagy a 0680-201-343-as ingyenes zöld számon, illetve bármely rendőri szervnél. A 24 éves Pesti István kirabolta augusztus 13-án a déli órákban Tamásiban lévő takarékszövetkezetet. Állarcban volt és fegyverrel kényszerítette az ott dolgozókat a pénztárban lévő 3,2 millió forint átadására.
Az elkövető körülbelül 185 cm magas, vékony testalkatú, bejelentett lakcíme nincs, így az egész ország területén várható felbukkanása. Kérjük, aki a képen látható férfi hollétéről tud, hívja a 0674 501 100-as telefonszám 30 75-ös mellékét, vagy anonim bejelentést tehetnek a 0680 200 178-as ingyenes zöld számon, vagy bejelentéseiket várják a 112-es, illetve a 107-es segélyhívón. A magát Fekete Gábornak kiadó férfi hamis személyigazolvánnyal, egy budapesti lakos számlájáról, hamis meghatalmazás felmutatásával jogtalanul felvett 3 millió 300 ezer forintot. Kérjük, aki a képen látható személyt felismeri, hívja a BRFK 5. kerületi rendőrkapitányság bűnügyi osztályát a 302 59 35-ös telefonszám 140-es mellékén, vagy a 112-es segélyhívót. A BRFK 15. kerületi rendőrkapitánysága eljárást folytat ismeretlen tettes ellen, aki lopott bankkártyáról 50 ezer forintot vett le. Kérjük, aki a felvételen látható szemét felismeri, hívja a 307 77 00-as telefonszám 121-es mellékét. Kedélyesnek induló poharazgatás torkoló tragédiába szeptember 5-én éjjel Csepelen. Az éjszaka folyamán a 21. kerület Zöldfa utcában előzetes szóváltást követően egy 49 éves budapesti férfi több lövést adott le, melynek során egy 36 éves férfi a helyszínen életét veszítette. A budapesti rendőrfőkapitányság vizsgálati osztály, életvédelmi osztálya eljárás folytat ember és büntetelkövetések alapos gyanúja miatt a 49 éves úr ellen, aki még idén márciusban a rendőrség hivatásos állományú tagja volt, ezketten nyugdíjba vonult, nyugállományba vonult, és civilként egy biztonsági szolgálatnál helyezkedett el, ezért legálisan tartott magánál egy önvédelmi fegyvert. Ez az úr az idén szeptember 5-én este a 21. kerületi Zöldfa utcában lévő rokisörözőbe tért be, ahol italozott, nála volt önvédelmi fegyvere, szóváltásba keveredett az egyik vendéggel, ez a szóváltás az üzlethelyiségben, majd azon kívül is folytatódott. Az üzletből távozó gyanúsított után szólt a sértett, az ismételt szóváltás most már viszont tetlegesség felé haladt, és ezt megelőzendő a volt rendőr kolléga 4 célzott lövéssel melbelőtte a sértettet, aki a helyszínen meghalt. A cselekmény után az elkövető hazatávozott. S. József elfogása után beismerő vallomást tett, ám elmondása szerint önvédelemből rántott fegyvert. Az elkövető verziója szerint eszközzel, kb. Egy fél méter hosszúságú csővel vagy széklábbal támadt a sértett, aki egyébként nála két fejjel nagyobb erős testalkatú személy volt. Ez utóbbi egyébként mint tényként igazolható, ez a testarányokban való különbség. Ugyanakkor viszont ilyen eszközt mi nem találtunk a helyszínen, ami támadásra alkalmas lenne, és ennek a támadásnak a kivédése érdekében használt a fegyvert állítása szerint, előtte egy felszólítást tett, figyelmeztető is leadott, és csak ezután következett volna a 4 célzott lövés. Arra azonban, hogy min szólal között össze S. József és későbbi áldozata, valamint hogy az egykori rendőr miért vitt magával fegyvert aznap este, még nincs válasz. A vizsgálat adásunk ideje alatt is folytatódik. Bűnügyi lapszemle. A zsaruban a következőt olvashatják. Végzetes harc egy asszonyért. Agyonvert verőlegény. Bűnhődni akarok. A 21 éves fiatalember feladta magát. Gatyacsata. Nőies tapogatózás, férfias keménység. Ezt írja mai nap. Az örömlányok nem tudnak utcára kerülni. Kőbánya polgármestere védi kerületét. Sebészmaszkban ugrott át a pulton a magányos bankrabló. Lövések hangjára ébredtek szeptember 1-én, nem sokkal éjfél után a 6. kerületi Ötvös utca egyik bérházának lakói. Ugyanis egy szolgálatban lévő rendőr intézkedés közben fegyverét használta. Lakossági bejelentés volt, hogy ez a személy a lakóhelyén, abban a házban, 6. kerületi házban, ahol tartózkodott, úgy viselkedett rendszeresen, hogy a lakókban ez megbotránkozást keltett. Ezt a bejelentést vizsgálta a körzeti megbízotti szolgálat. Mára délután folyamán ott voltak a házban. Az emberünk nem tartózkodott otthon, éjjel kaptuk a bejelentést, hogy ismételten hazaérkezett a román fiatalember, ismételten hangoskodik, és gyakorlatilag erre mentek ki az egyenruhás kollégánk.
és ekkor következett be ez a cselekmény, ez a hivatalos személy elleni erőszak. Jött a rendőr itt, meg valaki kapta ilyen telefon, hogy itt van Román, ki nincsen papír. Engedi bent a lakást, megkérdezte a papír, nekem nem volt papír. A külföldi fiatalember már korábbról ismert volt a 6.-7. kerületi rendőrkapitányság előtt. 1999. novemberében a Nyugati pályaudvarnál igazoltották ezt a román férfit, és ő bemutatott egy tartózkodási engedélyt, ami egy Pásztor Konstantin névre volt kiállítva, és a kerületi kapitányságon az ellenőrzés során, miután már elkészültek a rendőri jelentések az előállításról, akkor mondta, hogy ő neki valójában nem is ez a neve, ő Márk Kozmin, viszont semmiféle olyan iratta nem rendelkezett, amiben megállapítható lett volna, hogy ténylegesen ő Márk Kozmin, ezért eljárás kezdeményeztünk vele szembe közokirat hamisítás büntette miatt. Azt mondja, hogy nem beszélt be, nem tudom mi, akarta megtett a bilincs még egyszer, és utána megfogta, lent voltam, és kaptam első a box, hogy mondja, a fej, kaptam a bilincs, vagy a gumi, nem tudom, nem emlékszem jó. És utána akkor én elmentem a folyosor, segíti a másik román, de miért megsegíti, azt mondja, beszélt be, neki a rendőr, elég volt, minden verszik a fej. Elmentem a folyosor, ott volt egy rendőr, és azt mondja nekem, csinálta itt a kezet, és azt mondja, beszélt be, én beszélt be, voltam a folyosor, hallottam utolsó golyó, mikor elment a pisztol, mikor volt a pisztol, nem hallottam, hogy mondjad, állj meg, vagy valamit ilyen. Lehet, miért voltam a folyosor, ezt nem tudom. Utána megkaptam első goly első lábom, és megfordulj, szemle voltam, és kaptam a második golyó. Megérkezett az ügyészségi nyomozóhivatal, átvette az intézkedést az eljárás lefolytatására. Az intézkedés szakszerűnek minősítette, a fegyverhasználatot jogszerűnek. Két nappal később az ügyészségi nyomozóhivatal ugyanezt az álláspontot megerősítette, és jelenleg államigazgatási eljárás keretén belül folytatok egy eljárást, amelyben úgy szintén arra irányul a vizsgálat, hogy megállapítás nyerje, mi szerint valóban egy szakszerű intézkedésről van szó, és valóban egy jogszerű fegyverhasználatról van-e szó. És mi okból nem rendelték el ennek a román állampolgárnak az előzetes letartóztatását? Erre valójában az ügyészségi nyomozóhivatal tudná megadni a választ. Az tény, hogy az illető előzetes letartóztatása nem történt meg, bár azért annyit hagy mondjak el, hogy a lőtt sérülés alapján nem hiszem, hogy az illető hamarosan lábra állna, tehát így a szökésétől, elrejtőzésétől valójában tartani nem igazán kell. Kandikó Gyula, a fővárosi ügyészségi nyomozóhivatal vezetője, a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre az ismerteknél többet nem árulhatott el. Én nem értem, miért kaptam kettő, de miért nem volt nekem a kezed semmi kis vagy pisztol, vagy nem volt kávétőszerbentő lakás, vagy ezt nem értem, miért kaptam a két golyó. Az 1994. október 1-én hatályba lépett rendőrségi törvény tökéletesen tisztázza az intézkedő rendőr és az állampolgár jogviszonyát, pontosan megfogalmazva a rendőrnek a jogosítványát és az állampolgárnak a kötelezettségeit, és a jogorvoslati rendszert is. Az intézkedő rendőr a rendőrségi törvény, illetőleg az ebből levezetett szolgálati szabályzat alapján végzi a tevékenységét. Különös jogi oltalomban akkor részesül, és ez már a büntető törvénykönyvben van, amikor vele szemben úgynevezett hivatalos erőszakos bűncselekményt valósítanak meg. Ez a jogi oltalom elégséges ahhoz, hogy a rendőr a rendőrségi törvényben foglaltakat maradéktalanul végre tudja hajtani. Új szolgáltatásunk. Amennyiben lopott autóját vagy egyéb ingóságát műsorunk segítségével szeretné megtalálni, hívja a 315 1322-es telefonszámot, vagy írjon a következő e-mail címre: mediaflash@mail.datanet.hu.
2 milliárd forint rengeteg pénz. Megközelítőleg ekkora összeget csalt ki magyarországi áldozataitól az a nemzetközi bűnszövetkezet, melynek egy holland és két magyar vezetőjét az elmúlt hetekben fogták el az ORFK szervezett bűnözés elleni osztályának munkatársai Budapesten. A csalássorozat vezérének tartott Mark Krant és két társa tavaly márciusban 3 KFT-t alapított, melynek alkalmazottai magukat Bécsben működő, telefonos befektetés szervező társaság képviselőinek kiadva milliós nagyságrendű összegeket vettek át honi vállalkozásoktól és magánszemélyektől mondván, hogy a New York-i árutőzsdén befektetik a pénzt. A MOR, a Bestance és a Positions Marketing KFT-k azonban sem itthon, sem külföldön nem folytattak gazdasági tevékenységet. A büntetőeljárás kezdetekor az a 3 személy került előállításra, majd őrizetbevételre, akik a kulcs szereplői voltak a büntető eljárásnak, illetve magának a bűncselekmény elkövetésének Magyarországon. Az osztrák kollégáink adtak egy olyan jelzést, hogy ott is folyik ez a cselekmény, sőt, több más európai országban is, és megállapították, hogy nem folyik itt tőzsdézés, hanem a pénznek valamilyen úton, módon nyoma vész. Ekkor alapozhattuk meg a gyanút a csalás irányába, és kezdtük el a büntető eljárást. A felvételeinken látható immár kissé néptelen Váci úti irodában néhány hete még nagyban folyt a tőzsdézésnek álcázott munka. A 3 tagú vezetés mindenre ügyelt. Az érdeklődőknek többoldalas ajánlatokat, szerződéseket küldtek. A faxokat, mobiltelefonokat úgy állították be, mintha valóban Ausztriából küldenék üzeneteiket, hívásaikat. Az üzletkötőket országos napilapokban toborozták, akik bekerülve maguk is elhitték, hogy valós tőzsdei tranzakciók részesei. Ők csak azt tudták, hogy egy ilyen magyar cégnek dolgoznak, aki aztán tovább adja a pénzt az osztrák cégeknek, akik aztán a New York-i tőzsdén befektetik ezt különböző ügyletekbe, és őnekik csak a egész pici szelet jutott belőle, a, hogy mondjam, a rabszolgamunka, a felhajtás. Innen kezdve ők, ha szlogent akarok használni, erős tanuk a büntető eljárásban. Bár a nyomozás még tart, az elsőrendű vádlott ügyvédje fenntartásokkal viseltetik védence felelősségével kapcsolatban. Védelmi álláspont, nézze, egyelőre az, hogy ez egy logikus feltételezés, ami a gyanúsításban szerepel. Semmi esetre sem lehet ezt, mint feltételezést visszautasítani. De bizonyítás kérdése. Bizonyítottnak az tekinthető, hogy befektetni akaró cégek, személyek fizettek, átutaltak pénzeket bizonyos megjelölt külföldi bankszámlákra, és azután a bankszámlák ról ezek a pénzek távoztak, de hogy itt csupán egy szabálytalan pénzkezelésről van szó, és egyébként ezeket a pénzeket úgy használták, ami megfelelt az ügyfelek megbízásának, vagy ténylegesen eltüntették a pénzeket, ezt egyelőre nem tudjuk. Az üggyel összefüggésben számos kérdés felmerül, többek között az, mi lehetett az oka annak, hogy majd egy évig ilyen méretű csalást le lehetett bonyolítani? Gyakorlatilag a problémát az jelentette ebben az ügyben, hogy a hatályos törvényi szabályozásban van egy olyan joghézag, ami tulajdonképpen lehetővé teszi azt, hogy hatósági, tehát felügyeleti engedély nélkül folytassanak ilyen közvetítő ügynöki tevékenységet, úgy az országon belül, mint az ország határon átnyúlóan. Jelenleg folyik az új tőkepiaci törvények előkészítése a pénzügyminisztériumban, és ezt örömmel mondhatom, hogy a törvény alkotásnak ebben a fázisában is már világos, hogy ez a fajta tevékenység a jövőben engedélyköteles lesz. Arra azonban, hogy mi lett a nálunk begyűjtött pénz sorsa, és kik lehetnek még a háttérben, majd valószínűleg az a most már európai szintű rendőri vizsgálat adhatja meg a választ, mely az elmúlt időszakban vette kezdetét. Mici néni csak ül, és nem érti az egészet. Hisz 10 éve ismeri a fiatalembert, aki leütötte, és utolsó fillérjétől is megfosztotta. Saját pénzét ugyanis egy félkarú rablóban hagyta a bogyiszlói férfi. Hajnali órában elmentem. Tudtam, hogy hova megyek. Felbújtam hátul a kamrába. Megvártam, míg a néni bejön. Kétszer fején ütöttem. Betöltem a száját egy kendőre, megkötöttem a kezét, belájult, felmentem, megtaláltam a
pénzt, az értékpapírt. Utána eljöttem. A szomszédok találtak rá, a jajgatására figyeltek fel és mentek át a szomszédba, és ott találtak rá a magtárba, megkötözve. A fő ébredtem, valahogyan észét értem. Akkor kiabáltam, egy tudtam, kilöktem a számból a rongyot, aztán kiabáltam a szomszédasszonynak, és a férj, és akkor átjöttek, és akkor eljutottak. De össze volt kötve hátra a kezemet is, meg minden, és akkor úgy felállította az asszona engemet, és akkor bevezettet a szobába. És akkor nyisztünk a pénzt, és akkor pénzt nem volt. Kifizettem a tartozásaimat, az adósságaimat. Többi pénzem meg. Próbáltam visszahozni azt, amit gépeken elbuktam már. Tehát újra játszani kezdett. Azon kívül folytatta munkáját egy finom mechanikai cégnél, amíg a rendőrség rá nem talált. Behoztak. Sok esélyem nem volt. Beismerő vallomást tettem. Én nem is akarom látni. Csak annyit adjak annak neki, hogy ha én meghalok, hogy addig ott legyen. Addig minden élek. Addig ott legyen. Bogyiszló egy ideig Micinini történetétől lesz hangos. Aztán előbb-utóbb visszatér minden a régi kerékvágásba, és ismét a paprika lesz a fő téma. Önök a Bűntényt a Mediaflash bűnügyi magazinján látták. Média partnereink a Zsaru magazin és a Majd. A műsort támogatta a Polisz Magyar Közbiztonsági Alapítvány. Készítette a Mediaflash.